összes járható hegygerinceket, érte recsezett fogarasi havasok, a kelemen havasok, sorolhatnám tovább, mindenikének minden feljáró ösvényét, mert nem csak egy megközelítő pont van, rendszerint többet tartanak, és az a többféle ösvény túraút az inkább azért alakult ki, az évszakokhoz igazodva, főleg a magasabb hegységekben fogaras és recsezett, vannak téli utak és a szokásos nyári ösvények. A nyári időszakban külön tábla figyelmeztet arra, hogy nehogy arra menjünk a téli út jelzésein, mert olyan tereppel találkozunk, amit gyalogszerrel nem lehet síléccel és hófötte alkalommal könnyen járható, de más időszakban egyenesen tiltott is. Hát legjobban szerettem, hát most nem szabad félre szólnom, a recsezett és a fogarasi havasok, azok azért mondottak, az alpesi virágok, mivel nagyon szeretem a természetet, ez kezdődik a virágok szeretetével is. Tehát ott az alpesi virágok mindenikével szerelmesse voltam a rododendron virágzásnak. És azt rendszerint előfordult, hogy nem találtam el, a virágzás főideje az június végén van, a 2200 méter magasságban települt a virágzás, és csoportokban jelentkezik. Egy fél lépésre tőlünk egy hónyelv ragadt, ott maradt még az az úgynevezett gletszer, de hogy a hó visszahúzódott, rögtön kibújik az a gyönyörű szép piros virág, a rododendron. A nép nyelvén havasi rózsa, mert nem, az nem mindenhol külön mondják. Fogaras más mond, recsezettiek más mondanak. És úgy is van, hogy egy bizonyos hegydűlőt elneveznek vörös hegynek. Ez egy nehezen visszaadott fordítás, mert románul van Muntele Rosso. Tehát az egész hegyvonulat piros a virágzás idején. Na most, ha elmegyünk, rendszerint a hajnali órákban indulunk, és a megtett autóút az 4,5 óra, utána jön, beszélek a recsezettet megközelítő első menedékházról, amelyet Pietrelének neveznek, mert amíg odáig jut az ember, rengeteg kőlapon kell átmennie, átmásznia, és azért nevezik az egész völgyet Pietrelének, és az utat magát is, a menedékházat. Tovább a menedékháztól, tehát elszóltam odáig, hogy a 4,5 órás autós utat követte egy másik 4 órás gyalogút, amíg elérjük az első menedékházat. Tehát az egy pihenő bázis, onnan kiindulva hatalmas tábla van, amely a közönös túrautakat felrajzolva látjuk rajta, és az időtartamot is, hogy melyik út, milyen távolságra, hová kell ivóvizet vinni magunkkal, mire kell vigyázni. Na most, ha nem sikerült ez a június végi út, vagy nem olvadt még el a hó, vagy elvert a jég és nincs virágzás, akkor egy héten belül megismétlődik. Előfordult az,
hogy a virágzást valóban találjam, harmadik utam alkalmával, ha sikerül, nem minden évben volt ilyen pek is az ember, mert függött az időjárás viszonyaitól. A csodálatosság benne az, hogy egy kicsit távolabb lévő glecserek olvadnak, mindenhol víz csordogál, hogy az ember a hegymászó cipőjével félig vízben van, de ugyanakkor élvezheti a virágot minden lépésre, és akkor aztán egy nagy felületet lefőtt, ami távolabb esik, az valóban egy piros hegyoldalnak látszik. Hát csodálatosan szép ez, ami a Recsezáthoz vonz, és ezt évente több alkalommal megcsináltam. Azért, hogy igen szép volt, akkor hogy vigyek mást, hogy megmutassam másnak is, hogy micsoda az csodálatos dolog. Ugyanez a helyzet a fogarasi havasokban is, de mindez a 2200 méteren fölüli részen, szinte a növény határ szélén. Ott vannak ezek a glaciális tavak is, a jégkorszakból visszamaradt tavak. A legnagyobb fogarasi havasokban több, a Recsezátban a legnagyobb tó, az 10 hektáros, a Bukura tó. Mellette az Ikrek tava és a Fekete tó, és a különféle, vagy 9 tavat lát az ember, ha egy csipkés hegyvonulaton elmegy, ott jó 3 óra oszlát, és akkor beereszkedik a tavakhoz. Ezt se lehet mondani, hogy milyen csodálatosan szép, amikor már semmi sincs. Ott a zergék vertek különféle ösvényeken, az ember eltévedne, ha nem tudná, korábbi útjairól nem emlékezne, hogy hol is jár, akkor könnyen eltévedhet ezeken a zergei csapásokon. De ez a Recsezát. A virágokról beszélve, a csáholó a leggazdagabb flórában, ott előfordul minden, és az a szerencse, hogy az nem tevődik ilyen korára, nem a június-július első napja, hanem inkább augusztus, amikor már az ősz jelei is mutatkoznak, sárgulnak részben a lombok, akkor a csálhón nem tudnám megmondani, hogy hányféle alpesi növénnyel találkozik az ember. Az a leggazdagabb. A gyopár, a havasi gyopár, ha nézem a csúcson, ami elérhetetlen, nem tudnám elérni, hogy milyen szép csokor van, ott egybe nyílik a gyopár. Két lépéssel arrább már a földön van, a lábam alatt. Tehát annyira gazdag területvirágok van, és gyönyörű szép. A csáholó 1900 méter magasan van, hát valamivel magasabb, mint a Hargita csúcs, és olyan ott felejtett süvegcukor alakú nagy sziklák, azok között az ember visszaállt arra a bázisra, ahonnan elindult alulról. Úgy kígyózik egy ösvény, és az ember csodálkozik, Istenem, hát azt én mind megcsináltam, én mind fölötte vagyok már. Ez az út is a utolsó menedékháztól a csálhó tetejéig. Ott van egy megfigyelő állomás, a Toaka nevezetű hegycsúcson, egy meteorológiai állomás, ahol 300 lépcsőn mennek fel a meteorológusok bármilyen időszakban a lépcső sorokat karfák veszik, oldalt övezik azok a karfák, és van úgy, hogy a váltás 2-24 óra után történik. Van úgy, hogy ott felejtik, 5-6 napon keresztül nem tudják leváltani a szolgálatot teljesítő meteorológust. Ez a szép a csalhóban. Említem, hogy ilyen süvegcukor alakú hegy, ez sem képzelhető, hogy olyan hegykupok létezhetnek. Az van,
és hát ott annak az, hogy könnyű megközelíteni, annak az az egy hibája van, hogy ezeket a védett virágokat bizony nem védik, hanem ember szomorú szívvel nézi, hogy marokszra szedik a gyapárt és egyebeket. Hát ezt ennyit a virágról. Most vele megyünk a téli évszakban, amelynek sokak által nem ismert nagy és igen nagy varázsa van. Aki a Hargitát járja, és eltalált olyat, hogy csillogó napfényben minden ragyog, a legszebb március hónap elején a már olvadó hó a fenyőgaljakon jégcsapokat hagy, azokon a felkelő nap átvilágít, mint egy égő gyertya, amelyik fordítva van fejjel lefele, csodálatosan szép, és minden sziporkázik. Úgyhogy én, ha nem télen, más alkalommal, idegenből jött barátokkal a Hargitára kellett mennem, akkor úgy éreztem, mint egy csatatéren járnék, ahol mindent összetörtek, és ahol hiányzik minden. Tehát összehasonlíthatatlan a Hargita szépsége a téli hónapok idején és később. De egyébképpen a varázsa az változatlan. Már elég az, ha a nevét kiejtjük, vagy azt természetjárok, azt mondják, jönnek távolabbról, ugyebár ilyet ők még nem láttak. Hát ez nem is olyan üres beszéd, mert a Hargitán a időjárásnak megfelel, milyen szél irányban fú, melyik ág hogy rakodik meg, és valóságos szobrokat formál. Emberi arcokat fedeznek fel az általam készített diapozitíveken, amire én később figyelek fel, mert én a tájat, a fényt fényképeztem, de amikor vetítésre kerül, akkor nő hátul, néz Petőfi, a másik madárcső, meg a francia rokokos kisasszony, hát ilyen alakzatok képződnek. Meg egy hóvágyta gödörben, a elefánt család, ugye? Én azt nem látom abban a pillanatban, én magát az alakzatot, a hófúást igyekeztem fotón rögzíteni. A diákat rendszerint, mivel ezek korábbi időkben kezdődtek, nem sokan kultiválták akkor még, hogy országos viszonylatban ott lehetek az első három közt, ezt későbbi beszélgetéseim igazolják, ugye, hogy színes diát készítek. Magam készítettem el a magam gyönyörűségére, és őrzöm nagyon nagy biztonságban. Igen, ezt megelőzően több éven át már fotókör tagja lettem, és 25 éven át ennek a fotóklubnak a vezetője, és ott vetődött fel a kérdés, hogy Orbán Balázs nevét adjuk a fotókörnek. Ez is egy külön történelem.